Az igen szózás Magyarországért mozgalom az állított köztársaság jelöltet. Ugye őt Pál Évának hívják, ugye a Neoton Neotonban Familia. volt. Hát gyakorlatilag egy húzónév, leginkább az elején, aztán bizonyos okok miatt ugye őnek onnan távoznia kellett, és aztán őt nagyon megrángatta az élet. Tehát ő volt Magyarországon is sztár, meg külföldön is elismert énekes. De énekesek közül kerestek és aztán államfőjelöltet? Aztán neki nagyon nehéz sorsa lett, de nem adta fel is, ugye most közéletet él. És mi azt gondoljuk, hogy valóban, ahogy Zsolt is mondta, ez egy nagyon szimbolikus lépés, egy másik Magyarországot megmutatni. És mi azt is gondoljuk, hogy nem csak a 12 évvel szemben, hanem az elmúlt 30 évvel szemben mi úgy érezzük, hogy egy olyan embernek kell, olyat mi olyan jelöltet állítottunk, aki egy közülünk, aki nem egy ilyen távoli, egy nagyon tiszteletre méltó, egy nagyon sok alkotmányjogi kérdésben nagyon jól eligazodó ember, hanem egy olyan, aki szimbolizálja a magyar népet. Aki át tudja érezni a magyar embereknek a sorsát, hiszen ő azt megélte, akár a jó dolgokat, akár a nagyon-nagyon rossz dolgokat is, és ezzel szimbolizálja a nemzetegységét. Hát én azt gondolom, hogy valóban egy 12 év kormányzás után, egy választás előtt, amikor egy kormány ástopot kénytelen bevezetni, azért az azt jelenti, hogy valami probléma van, főleg egy ilyen kapitalizmusban, ugye, ahol általában a piac határozza meg, hogy mi mennyibe kerül, és akkor ott elszaladhatnak az árak. És hát itt most Magyarországon éppen ez történik, egyszerűen szágúd az infláció, nyilván a kormány nem feltétlenül nyilván a magyar kormány is hibás ezért, de itt külföldi folyamatok is vannak, és ezt egyszerűen már nem tudja máshogy kezelni úgy tűnik a kormányzat, hiszen sajnos a bérek azok, hát ott vannak, ahol ugye a legjobb az, hogyha ugye, amit az igenszületes Magyarországért mondta, hogy 250 ezer forint lenne a minimálbér, 150 ezer forint lenne a minimálnyugdíj, hát ezzel már túl vagyunk, 50 ezer forint, és akkor ki tudnák az emberek fizetni az árakat. Ugye de ez nincsen, és azért a kormány ilyen össze-vissza próbál ilyen pár fontosabbnak tartott termékeben ástopot bevezetni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Ugye nekünk van egy javaslatunk, az, hogy hatósági árosok legyenek a termékek, ugye ez nem csak vészhelyzetre, ez nem csak vészhelyzetre vonatkozna, hanem mi azt gondoljuk, ahogy egyébként Svédországban, Norvégiában van, hogy kell lennie olyan alap élelmiszereknek, nem hat terméknek, hanem egy jóval bővebb körnek, nyilván nem a kaviárnak, hanem mondjuk, amit az emberek fogyasztanak, amik olyan termékek, amik ezek ilyen fehér csomagolású termékeknek szokták nevezni, nincsen rajtuk márka megnevezés, és az állam, a beszállítók, a szállítók, a termelők együtt dolgoznak azon, hogy ilyen termékek jussanak a boltba, amit alapáron meg lehet kapni, természetesen aki drágán akar vásárolni a legmenőbb termékeket, azt meg tudja venni, ám de akinek kevesebb pénze van, az meg tudja venni ezeket a szabott áras termékeket. Mi egyébként egyetértünk az áfa csökkentéssel, csak még fölötte mi azt mondjuk, hogy bizonyos termékeknek még hatósági ára is legyen, hogy azok, akik munka mellett vagy bármilyen okból nem tudnak annyi pénzt költeni, még ezzel is tudjuk segíteni.